Számtalan ruhakültemény várja a Kulturális Központ galériájába látogatókat. Az egyik oldalon népi viseletek, míg velük szemben reneszáns stílusú ruhákban csodálkozhatunk. A szakma szinte minden ágát kipróbáltam, és nem találtam önmagam általam készített darabokban. Mindig éreztem, hogy valami még hiányzik. Majd, amikor nem követtem többé a divatot, elkezdtem diktálni egy stílust, akkor éreztem, hogy ez az én utam, és ez már az alkotásnak volt az első lépése. És ezek az alkotó vágyak egyre tovább nőttek bennem, még mostanra ilyen szépen kinőtték magukat. A reneszánszkori öltözékeket főleg színpadi alkotásokra, várjátékokra rendelik meg az alkotótól. A népi ruhát viszont sokan utcai viseletre is felvállalják. Emellett készít népi együtteseknek, énekkaroknak is fellépő öltözéket. A 16. századtól ismertek közigazgatási rendelkezések, amelyek szabályozták, mit viselhet a jobbágy, mit hordhat a városi kézműves. Ettől a kortól vannak viseletábrázolások, hívta fel a figyelmet megnyitó beszédében Csapó Frigyesné, a Kulturális Központ felnőtt kézműves foglalkozásának vezetője. Az ilyen viseletközösségekben sokat számított a vagyoni helyzet, a társadalmi állás, de az egyéni hajlandóság, az ügyesség, az etéren való kiválásra törekvés. Bagamér Janikó munkássága eddig főként az ország keleti felében volt ismert. Egy éve költözött el Nyíregyházáról. Jelenleg Konyban él, és a régió viseletét is kutatja.